A 2023-as görögországi vonatbaleset áldozatai határozottan nem értenek egyet a görög Apostolos Tsitsikosztás közlekedési biztosi jelölésével. 2023. februárjában 57 ember, főként egyetemisták haltak meg egy vonatbalesetben Tempiben. Azóta az áldozatok hozzátartozói azt állítják, hogy a kormány megpróbálja eltusolni az ügyet, amelyet most az igazságszolgáltatás is vizsgál. Szövetségüknek az elnöke levelet küldött az Európai Bizottság elnökének. Azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezek a bizonyos tárcák, amelyeket olyan görögöknek adnak, akik egyben a kormánypárt tagjai, teljesen helytelen döntés. Egy folyamatban lévő és a kormányt érintő ügyről van szó. Nem értjük, hogy ez miért történik, és úgy gondoljuk, hogy itt összeférhetetlenség áll fent. Cristiano azért volt Brüsszelben, hogy elítélje Eliza Vosenberg európai parlamenti képviselőnek az Európai Parlament közlekedési bizottságának elnökévé történő megválasztását. Azt mondja, a jelölések célja a vasúti tragédiával kapcsolatos felelősség elkerülése. Eliza Vosenberg az Euronewsnak nyilatkozva tagadta a vádakat. Nem hagyhatjuk szó nélkül az olyan vádakat, hogy akár én, akár Tsitsikosztász úr, ha a meghallgatások után jóvá hagyják, segítjük a kormányt a nyilvánosságra hozandó adatok eltusolásában vagy elfedésében. Az Európai Parlament november 4-én kezdi meg a biztos jelöltek meghallgatását, akiket vagy jóvá hagynak, vagy elutasítanak.